Köszönöm szépen! Sziasztok! Hát egy dolgot elrendott, hogy ilyen füles kellett volna hozzá, mert ezt nem szeretem, de hát most mindegy, ezekkel harcolunk. Tőlem most valami jó előadást vártok, hát nem biztos, hogy ez lesz belőle. Kérhetnék egy füles? Várj akár! Köszönöm, Balha Jóra! Nem szeretnék én előadni, mert nem vagyok jó előadó. Inkább talán beszélgessünk, úgyis csak egy ilyen páron vagyunk itt együtt most. És megosztok veletek valamit. Én a Csabával nagyon sokat szoktam beszélni, meg hát a vezetőkkel, mert ugyebár ez a kék gyémánt, ezt nem én csináltam, ezt mindenki tudja. Tehát ebben benne van az összes felső vezető, és mindenki, aki legalább egy fogpiszkálót valamikor vásárolt alattam. Tehát ezt köszönöm mindenkinek, úgyhogy ezzel én tisztában vagyok. A Csabával szoktunk beszélgetni érzésekről. És azt szoktuk vizsgálni, hogy mi az, ami viszi előre az üzletet. Tehát itt azért ilyen kicsit mélyebb dolgok vannak. Ó, megérkezett. Köszönöm szépen. Hogy mi az, ami minket visz előre. Hallatszik ez? Nagyon jó. És arra megállapodást jutottunk, hogy a legfontosabbak az érzések. Megosztok önökkel valamit. A múltkor jöttem haza Londonból, és éjszaka olyan egy órakor, éjfél után szállt a repülőgép, és olyan egy órakor fordultam be a szálláson felé, az Erzsébet híd felől. Befordultam, és a cégközpont irányába indultam a kocsival. És olyan érzésem támadt, mint amikor éjszaka, egy ilyen hosszú utazás után befordulok ott a Pécsen, az Egres utcában, ahol lakok, és elindulok a hegyre fölfelé. És az utca közepén kigyulladnak az udvaromban a reflektorok, mert tudom, hogy a kommandor kutyám odállt a kapuba. Tehát amikor én oda befordulok, tudom, hogy ott a házam, ott alszik a családom, a kutyám vigyáz mindenre, és tudom, hogy otthon vagyok. És amikor befordultam a cégközpont felé, ugyanezt az érzést éreztem. Mit mondott a Manfred a múltkor vezetőségén? Azt mondta Manfred, hogy nekem a Kajáné a hazám. Hát, valami van benne. Úgyhogy ezt az érzést szerettem volna megosztani önökkel, és nagyon szeretném, ha minél többen éreznék ezt. De úgy a szemembe világít. Szuper! Tehát a következő, amiről szerettem volna beszélni, Norbinak gondoltam, hogy segítek egy kicsit ebbe az autós előadásába. Hogy az autó mennyire szponzorál. Elmondok egy esetet, nem szoktam rá dicsekedni, de ez így történt. Jöttem föl Budapestre szombaton, ugyanis minden szombaton, ha tehettem, akkor följöttem. Meg persze kedden, mert csütörtökön, de hát ez csak apróság. És fölhívott egy alsó vonalam, elég mélységből, nem tudom, hogy ki volt ő, megmondom őszintén. Azt mondta, hogy ott van valahol a Katályék vonalán, és hogy szeretné, hogyha Pakson egy gyógyszertárnak a tulajdonosával én beszélnék az üzletről. Hát jól van, mondom, megtehetem, de hát ki ez, nem ismertem őt egyáltalán, a hölgyet. És jól van, befordulok, fél órával előbb elindultam, és befordultam a gyógyszertárra, egy Paks kellős közepén, és látom, ott van a gyógyszertár. Mit csináljak? A gyógyszertár előtt volt egy buszmegálló. Fogtam a Mercivel, megálltam a buszmegálló kellős közepén. Nem megyek, mondom, csókolom a főnöket, keresni, mondom. Hát igen, én vagyok, az kijött egy kellemes hölgy, éppen reggelizett. Mondom, tepertő, fújmádom a tepertőt, ne kelltem tepertőzni. És mondom neki, ne haragudjon, nem tudom, jó helyen parkolok-e. Nagyon szépen kell, jöjjön meg nézni, hogy jó helyen állok-e. Kimondjuk, hát hol áll? Mondom, a buszmegálló kellős közepén állt a Mercit, tudjátok. Nézi, azt mondja, hát nem jó helyen áll. Semmi probléma, várjon egy pillanatra, odébb állok. Beültem a kocsiba, elindultam, odébb álltam kb. 40 métert, ott volt a parkoló, láttam, hogy ott van. De addig nézte az autót! Beleégett a retinájába az autó.
Bementem, és hát elmondtam neki az üzletet, egy negyed órában, körülbelül negyed óra után azt mondta, hogy hát őt ez mindenféleképpen érdekli, és szeretne regisztrálni. Fölhívtam az alsóvonalat, nem tudtam ki, csak a telefonszámom volt benne. Mondtam neki, hogy nagyon szeretném, hogy átvenni a továbbiakban az ügyintézést, és meg kérem zárja le a hölgyet. Tehát az autó, a minőség, sajnos nincs sok idő, mert reggelig nyomnánk ezt egy kicsit, de nem akarom ezt így elrendezni. Mit adhatnák én nektek, ami nem hangzott itt? Egy minden elhangzott. Ugye minden elhangzott, hogy bányász vagyok, meg a sóder is. Hát én sóderben nem keresnék gyémánt, tudom, hogy a Kimberleyben van, egy geológus is vagyok, és egy zöld színű például. De nincs ennyi probléma, ebbe is lehet. Biztos, hogy benne van. Na, mi az, ami fontos? A Manfred elmondta, hogy a bizalom. A bizalom az egy óriási az üzletünkben, egy nagyon-nagyon fontos dolog a bizalom. És hogyan tudjuk ezt a bizalmat kihívni? Én megpróbálok most a bizalom előtti lépésekről beszélni egy kicsit. Nem tudja senki, hogy én hogy kerültem ide az üzletbe. Hogyan kaptam ezt a megtiszteltetést, hogy a Debrenti egyáltalán engem hívott fel. Most elmondom önöknek, mert csak így ketten vagyunk. Egyszer kellett nekem egy gép, egy 3-4 milliós gép, és az egyik barátom azt mondta, hogy ő neki nincsen ilyen gép, de van neki egy barátja, akinek van egy ilyen gép. Ha most szóljál neki. Fölhívta a Debrenti Lászlót, és mondta, hogy van a gép? Van. Oda küldök egy embert, adod neki, rendben van. Oda mentünk, ott állt egy magas úriember, szemüveges, ilyen kockás hímben, lezserül, lazán, mint a rigalánc, és mondja nekem, hogy itt a gép, azt mondták, hogy adjam neked oda, írjam alá, hogy legalább, hogy átvettem. Hát mondom, figyelj, beszélgessük, látom, ablakos vagy, hogy ablakkal foglalkozik, milyen nyilázáróval, és mondta, hogy műanyaggal foglalkozik, meg faablakokkal. És azt mondja, hát műanyaggal nem foglalkozom. Mondom, műanyaggal nem foglalkozok, mert megmondom neked őszintén, én nem látom benne a pénzt. Tehát nem látom, hogy a pénz hogyan születik meg benne, bonyolult nekem az egész rendszer, nem látom a garanciát, tehát nekem túl síkos pálya, nem akarok rálépni. És kérdezte tőlem, hogy nem rendelnek nálam műanyag ablakot? Hát mondom, dehogy nem érdeklődnek. És mit csinálok vele? Hát mondom, van 2-3 műanyagos ismerősöm, és odaadom nekik a rendelést. Azt is mennyi pénzt kapok érte? Hát mondom, semmit. És akkor ezen elgondolkodott. És mondom, figyelj ide, hát azért nem kapok érte pénzt, mert nem tudom nyomon követni a rendszert, hogy mi lesz belőle. Nem akarok egyszerűen nem tudok hozzáférni. Rábízom az emberre, én tőlem megkapja a rendelését, egy telefonomba kerül. Aztán, ha él vele, él, ha nem él, nem él, keres rajta, keres, nem keres, engem nem zavar. De mondom, cserébe, hogyha nálam majd valamikor faablak lesz, akkor talán majd ide passzolja nekem. Ha nem passzolja, az se probléma, nem veszítek vele semmit. Mondom, ezt úgy kezelem, mint egy szívességbankot. Azt mondja, ne is folytassam. Ő pontosan tudja, hogy én miről beszélek. Körülbelül 6 percig beszélgettünk a Lacival. Aztán tudja, hogy miről beszélek, mert ő ugyanígy éli az életét. Hát mondom, hogyan? Azt mondja, hogy így éli, hogy mindenkinek segít, akinek. Azt mondja, hogy onnan visszajön. Nem várja ettől, nem várja attól, a rendszer olyan, hogy előbb-utóbb visszajön neki. És higgyék el, ez így van. Azért hívott fel engem, amikor megtalált az üzletet, mert tudta, hogy hogyan gondolkodok. Azt mondta, figyelj, találtam valamit. Mondom, mit találtál? Elmondta azt a szokásos sztorit, amit már százszor elmondtam nektek. És megkezdtem tőle. Megnézted? Meg. Benne vagy? Benne. Akkor jövök. Tehát bizalom előtti dolog, önzetlenség. Én önzetlenül segítettem annak a műanyag ablakosnak, és vissza is kaptam ezt a segítséget. És ez az önzetlenség, ez amiről szeretnék beszélni, ameddig úgy lesz idő, meg persze, hogy máshogy semmink. Az önzetlenség, az üzletben nagyon fontos az önzetlenség. Tehát, hogyha nem fektetsz be az üzletedbe, akkor soha nem fogsz bele tudni kivenni semmit. És ez valahogy olyan dolog, mint amikor vetnek. Most láttak maguk olyan gazdálkodót, olyan mezőgazdászt, aki nem veti el a magot, mert drága, és nem bízik benne. Nem láttak ilyet.
Tehát nincs mese. El kell vetni. Ki kell osztani a terméket? Nem ezt akarom mondani. El kell menni tárgyalni. Mindig kell legyen nálunk terméknek. Lementünk Szerbiába infót tartani. És egy szálloda félig volt. Mondom, mennyi új ember van itt? Feladtak 18-an. Mondom, ki nem kóstolta a terméket? 18-an. Azonnal lementem a kocsimba, hogy szétosztottam. Nem tudni, hogy mi történt belőle, mert gyakorlatilag nem is az én vonalam volt. De mint gyémánt, én nem tehetem meg, hogy úgy viselkedjek, hogy ne adjak. Tehát önzetlenség. Önzetlenség, amikor elmegyünk tárgyalni. Minden felső vonal. Az Ungvári Csaba szerintem benne alszik az autójába. A Debrenti, a Sírmán Tamás, ez mi ugyanezt csinálják? Önzetlenség. Miért csináljuk? Mert előbb-utóbb úgyis megtaláljuk a gyémántot. Hát előbb-utóbb úgyis meg lesz, még a sóderba is. Előbb-utóbb úgyis meg lesz. Tehát, igen, ezt nem is akarom tovább hegyezni. Hitelesség. Én nekem Laci hiteles volt, azt mondta, hogy megnézte és jó, kész jövök, nem volt kérdés. Tehát, hogyha úgy éljük az életünket, akkor hitelesek leszünk. Minőség, nem akarok róla beszélni. Tudják, miről szeretnék még? Még az érzésekről, meg a célról. Meg kérem, kapcsolják ki ezeket a kamerákat, legyenek a kedvesek. Meg talán a felsőt is. Köszönöm szépen. Amikor mi magunk között vagyunk, tehát nem mi magunk között vagyunk, akkor szoktam beszélni a pénzről, ami mozgat minket, ami hajt minket. Mert ezt a játékot, ezt pénzre játsszuk. A pénz az egy óriási motiváló erő. Próbálnak meg adni a feleségüknek egy 50 000 forintot, hogy költsd el, drága szívem, valami marhaságra, ne is tudjam, csak költsd el. Nézzék meg, hogy milyen lesz az arca. Vagy az egyetemista fiúknak adjanak szintén egy 20-30 000 forintot. Mindjárt peszkesebben fog elindulni. Ugye? És sokan nem tudjuk a pénznek az értékét, a jelentőségét. Nem akarok most butaságokat mondani. Mennyi ma egy minimálbér nálunk? Mondják egy számot. 98. Legyen 100 000. Oké, nézzük meg. Legyen 100 000 forint. Tudják, miért veszem elő? Múltkor fiataloknak tartottam előadást. Fiatalok voltak, és csak néztek rám, amikor mondtam az előadásomat. És úgy vettem észre, hogy úgy nem ment át nekik a dolog. Nem ment a három termék, a 7 kifizetés, ezek nem mentek át. Azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnám én az ő lelküket megérinteni. Tehát hogy tudnám nekik valahogy felkelteni az érdeklődésüket. És akkor úgy döntöttem, mondom, megpróbálom összehasonlítani. Erre jó a kék gyémánt, látjátok? Mondom, megpróbálom összehasonlítani az utat, amin mi járunk, tehát ami utat én akarok neki mutatni, azzal az úttal, amin esetleg ő botorkál. És úgy, hogy megkérdeztem, hogy mennyi a minimálbér. Azt mondták, hogy ez a 400 euró. És mondtam nekik, hogy ez egy nagyon járható út. Volt egy időszak, én is, amikor 19 éves voltam, megmutatták nekem, hogy merre van a bányában a lejárat. Ott lementem, és 8 évig kellett dolgozzak, 8 évig, amíg aknász lettem, még én lettem a bányában ott a művezető. 8 év kőkemény robot, kemény tanulás, és 8 év, hát majdnem kimondtam, hogy szoppatás. Tehát, úgyhogy, és ez nem lett vastagabb. Nem lett vastagabb. Mit mond a cég? Experience more, tapasztalj többet. Tapasztalj többet. Megtapasztaltatod ezt is, meg ezt is. És ezért tettem oda, mert
50 évvel ezelőtt egy kisfiút elvitt az édesanyja a vásárcsarnokba. És ott látott felakasztva egy hatalmas halat, egy nagy harcsát. Egy óriási harcsa volt, és a kisfiú az körülbelül a feléig ért ennek a halnak, és nézte, hogy ez milyen fekete ez a hal, meg van száradva a bőre, hát micsoda egy monstrum, hogy néz ez ki, egy ekkora halat leküzdeni. Nem lett egy almáspite. 10 percig nézte ezt a halat a kisfiút, csak ezen járt az esze. Én ezt ide raktam most maguknak, 10 percig itt fog lógni. És megint csak azért tettem oda, mert én egy vizuális típus vagyok, tehát nem vagyok egy ilyen helyde okos, meg ilyen gyors felfogású, kicsit lassú vagyok, szeretem látni a dolgokat. Van itt valaki, aki telefonon házasodott? Hát akkor mindannyian vizuális típusok vagyunk, ugye szeretjük megnézni, kis terméktapasztalat, hát valami, tudjátok. És nyújtanám még sokáig, de szerintem az időm rövid lesz. Elmondom, hogy mit mondtam még a fiúknak. Mondtam nekik, hogy kétféle út van. Van a nevetgélős, ahol most jártok, ami talán ide vezet, a szerencsések vagytok, mert még ide se. És van egy olyan, amivel én beszélek most nektek, ami ide vezet. És ahhoz mit kell nektek tenni? Elmondom. Először is be kell regisztrálni egy termék csomaggal, ami 150 ezer forint. Utána autósipre kell tegyed magad. Mi az, hogy autósip? Meg kell vegyed minden hónapban a 100 pontodat. Nincs mese. És elkezdesz dolgozni. És dolgozol egy, a legrosszabb esetet mondtam nekik, a legrosszabb, ami létezik a Földön, hogy elkezdesz dolgozni. Dolgozol egy hónapig, semmi. Dolgozol a következő hónapig, semmi. Dolgozol fél évig, semmi eredmény, egy fél ért nem keresel semmit. De mondod mindenkinek, figyelj, egy olyan céggel vagyok kapcsolatban, ahol 3 termék van, amire garanciát adnak nekünk. Hát a 3 napos halottat nem támasztja fel, de a fél naposabb még van esélyünk. Van garancia, hetente fizet a cég, van 10 000 dolláros kifizetés, és merciket osztogatnak Rubi szintől. És mondja, nem érdekel. Egy azt mondja, micsoda, merciket? Hol van ez a cég? Hol van? Ki ez? Mi ez? Úgy is meg fogod találni. És amikor megtaláltad, túrod, kicsit turkálod, ebbe is lett, sóderbe is lett, megbeszéltük. Tehát túrod, találtál egy embert az egyik lábadra, aki elhiszi, hogy van Mercedes, elhiszi, hogy van milliós kifizetés, elhiszi, hogy ez az út, ez egy másik, mint amin járt. El fogja hinni. Onnantól kezdve elkezdesz dolgozni a másik lábadra. A másik lábadra dolgozzál megint fél évig. Mert nem tudod, nem értesz hozzá, én se értek hozzá. Képzeljék, hogyha nekem a szegedi gyorsot be kéne vinni a nyugati pályaudvarra. Hát még ezzel a frizurával is benne lennék a tévéhíradóban, az biztos. Mert nem értek hozzá. Nem baj az, meg lehet tanulni. És elmondtam a fiataloknak, figyeljetek ide. Ha egy év alatt 2 ember találsz, aki Mercedes-t akar magának, és milliós fizetés, 2, akkor soha többet nem kell dolgozzál. Soha többet. Csak napi 12 órát, de aztán megszokod, azzal nincs szóval. És elmesélek egy esetet, hogy ezt is elmondtam nekik. El voltunk az Edith-kével Oxfordba egy ilyen társas kirándulásra, köszönöm szépen, hogy együtt mehettünk. És leültünk egy köztisztviselővel szembe. Hát én sem vagyok egy szép ember, de ez a köztisztviselő az leginkább ugye a bakkecske és a rozmár keveréke volt valahol. És ilyen vékony rőzse bajsza, az enyémnél sokkal rondább fogai voltak neki, és egy szódás üveg szemüveg. Tehát látszott rajta, hogy a lányok azok nem nagyon rugdosták le a körmüket a legény lakásra küszöbén. Tehát ez látszott messziről. De az ember fehér tiszta inkben volt, a körme ápolt volt. Amikor leültem vele szembe, a szemembe nézett, rám nézett az ember, és nagyon, hogy mondjam, tehát ilyen nagyon támogatóan elkezdett velem beszélni. Na most én a nyelvekkel úgy vagyok, hogy legközelebb a füstölt marha nyelvvel hozzám közel, és hát nem értettem, mit mond a szerencsétlen. Erre, hát mondom, oda hívom a tolmácsot. Odajött a tolmács, leült, és az ember nem rebbent meg, hogy én nem értem, mit mond.
még jobban artikulálva, még támogatva, még mosolygósabban, a szememben nézve beszélt angolul. Gyerekek, ez elhitte rólam, hogy én egy perc alatt megtanulok angolul. És higgyétek el, jól éreztem magam a társaságába. Fél perc alatt én nagyon jól éreztem ott magam annál az embernél. Nem akartam volna elmenni, elmehettem volna vele sörözni. Tehát úgy éreztem, hogy a barátom, hogy nekem segíteni akar. Hogy jó, hát az ölében nem ülök bele, de együtt tudnánk egy pár sört megint, meg fixírozni a csajokat. Tehát közel került. És tudjátok ezt miért mondom? Elmondtam a fiataloknak, mert ez megtanulható. Tehát ha nem találod meg, ha miért találnád, mégis ott mozdulj vezetni, de megtanulhatod, hogy mosolyogsz, egy kedves szavad van hozzá, hogy érdeklődsz felé, meg a névnapja, a születésnapja, ezt el szoktam mondani ilyen vezetői képzéseken, nem akarok belemenni. Tehát ez megtanulható, és ha idáig eljutsz, akkor ott vagy a lóvénál. Ott vagy a lóvénál. És van itt egy projektor, én csak nem tudom, hogy állok az időben, annyit kívánok nektek, hogy ti ugyanolyan sikeresek legyetek ennek az acskónak a kergetésével és a megszerzésével, mint az a kisfiú, aki 50 évvel ezelőtt meglátta azt a halat, és kérném a prezentált fényképen. És megtartottuk az első vezetői értekezletet is. És a Kajáni beköltözött, hol van? Kikapcsoltam. Beköltözött a Kajáni is. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm.